a 2020 évi fejlesztési elképzelésekről, a támogatási lehetőségekről és a bátaszéki programokról is szó esett a civil fórumon. A város évek óta egyeztet minden esztendőben a civil szervezetek vezetőivel, és hallgatja meg véleményüket a különböző területek elképzeléseiről. Egy erős város az, amelyik a civil szervezeteivel jó kapcsolatokat épít, illetve a civil szervezeteket támogatja, fordítva a civil szervezetek viszont támogatják az önkormányzatot. Kemény Lajos alpolgármester hozzátette, a civil szervezeteknek mindig is döntő szerepet kell kapniuk az önkormányzatiságban, és bátaszék erre a partnerségre törekszik. Bátaszéken nagyon szerencsésnek érzem azt, hogy sok civil szervezet van, nagyon aktívak a civilek, és egymással is jó viszonyt kell ápolni, erre törekedni kell, hiszen mi civilek valamilyen szinten, tehát a várospolgárok valamilyen szinten mindenképpen tartozunk egy civil szervezethez, és mi alkotjuk a várost, tehát ezért fontos ez. Egészséges egyensúlyt kell megtalálni annak érdekében, hogy az együttműködés mindkét fél számára előnyös lehessen, biztosítva ezzel a szervezetek működésének hátterét az egyik, a tervek végrehajtásának lehetőségét a másik oldalon.